És létrejött a hallgatói hálózatnak ez a jogi kis okosa, ami nagyon jó, mert nagyon szép, de nem olvassák el, hogy hosszú. Ami egyébként nem baj, én egyébként olvastam, de azt remélem, hogy tehát ennél hatékonyabb eszközök lennének, és szerintem a diákok nincsenek tisztában azzal, hogy egyáltalán létrejöhetnek ilyen aktív csoportok, amelyeknek jogai tanácsokat, különböző filmeket készíteni. Tehát, hogy ilyen alapvető gondok vannak, és ehhez kellene az egyetemisták, főképp hallgatók, akik szerveződéseiket segítik azt, hogy elmondják nekünk, hiszen lényesen, hogy igen, akkor te ezt megtehetek, folyamatosan rendelkezésre állnak, és azt hiszem, hogy egy interaktív csoporttal itt talán kiépíthetőbb lenne, mert az egyetemisták már ezt csinálják, tehát nekik vannak ilyen csoportjai, ahol mindenki tud mindent, de szerintem a középiskolásoknak a legnagyobb probléma az, hogy ez a jogi háttér ezt hiányzi a gyakorlatban. Van még egy hozzászólás, akkor szerintem megpróbálom összefoglalni, mi az eredmény. Na csak mert kicsit meg vagyunk szólítva, mint hallgatói hálózat. Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, hogy milyen segítséget tudunk adni a munkaszervezésének a folyamatába. Mert hogy mi is most nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy kéne ennek működnie, mert sokkal többen lettünk, mint korábban voltunk. Kialakítottunk egy rendszert, ami az interneten is működik, ott fogja össze az országos csoportokat, tehát tökre használtuk úgy, hogy nem mindenki van egy városból. És ugye megvan annak is a rendszere, hogy hajtunk végre feladatokat, és hogy foglalkozunk állandó feladatokkal, vagy hogy valójában itt projektekről és munkacsoportokról van szó. Mert van egy olyan dolog, amivel mindig kell majd foglalkozni, hogy jelentek meg a médiában, hogy csináljuk a propagandát, mi van még. Tehát hogy ezeket hívjuk munkacsoportnak, mint a propaganda, az operatív, a kommunikáció, ezekre állandó emberek lennek. Aztán van azok a feladatok, amikor kitaláljátok, hogy egy filmet kell csinálni, és ugye a film az arról szóljon, hogy néz ki ez a fórum. És akkor a film annak is nyilván meg kell csinálni, hogy erre is legyenek emberek konkrétan. Ez lehet, hogy van egy filmes munkacsoportok, de abból kiválasztok rá. Ami nagyon fontos szerintem, hogy mindig kell minden feladatra egy koordinátor. A koordinátor tulajdonképpen felelős. Nem irányítja a dolgot, hanem szervezi, és ő felért, hogy el legyen készít a feladat. A dióhéjban szerintem nagyjából ez, amivel hatékonyan lehet dolgozni, ilyen hálózatos rendszerben, és így az országot így összefogva. És nagyon szívesen segítünk nektek, hogyha igényben akarjátok menni, hogy átadjuk ezt a tudást, amit mi összeszedtünk mostanáig. És mi is folyton tanulunk magunktól, meg attól, hogy éppen az, hogy történik, de hogy és hogy tudunk nektek ilyen internetes felületeket is adni, mert a Facebook az valójában nem megoldás mindenre, de van egy más is, aztán lejárt az időm, szóval van egy másik ilyen felület, ahol nagyon jól lehet átláthatóan az információkat így rendezni és szavazni, és a szavazás az fontos, hogy tudjuk, hogy mi mindenkinek a véleménynek. Köszönöm! Köszönjük szépen! Összefoglalnám az eddig elhangzottakat, mert egyre több témáról kezdünk el beszélni. Az első az volt, hogy találjunk ki valami frappáns nevet, amivel mindenki tud azonosulni. A második lényegében az volt, hogy döntsük el, hogy milyen szervezetekkel kívánunk és hogyan együttműködni. A harmadik a propaganda tevékenységnek a célját vitassuk meg. És a negyedik pedig a jogi viszonyok és egyéb szervezeti dolgok tisztázása. Ehhez van-e valakinek hozzáfűzőre? Hirtelen nincs. Jó, akkor én átadom a Sárinak a moderációt itt most. Akkor az első dolog, most összefoglalt, az a négy kérdése volt. Akkor ezzel kapcsolatban van egy pár javaslata, mert mi ez, tehát kihátítunk ki az eseményre. Szóval nem tudom, hogy ez a... Máté? Nem értünk ki semmilyen, csak magatokat. Tudom. Oké. Kinga? A Máté? Akkor én már így konkrétumokba szeretném bocsátkozni ilyen névválasztás terén. Én javaslok egy olyat, hogy középiskolások platformja. Kinga, radikális eredmény. Én azt javasolnám, ami már elhangzott a beszédben is, és ami mellett az előbb is felszólaltam, hogy egyelőre egy közösséget hozzunk létre, és onnantól kezdve a szerveződés a továbbiakban bármi másnak át lehet keresztezni. Csak egyelőre tényleg maradjunk annyiban, hogy egy közösséget, egy lehetőséget tudjunk teremteni annak, hogy a középiskolások tudjanak egymáson és tudjanak együttműködni hosszú távon. Köszönjük, akkor itt látok két rakra is előjét. Akkor te először, hogy
Igen, szerintem lehet voltam hálózatnak nevezni, mert szerintem mindenki tudja, hogy hálózatot nem lehet egyik napra a másikra létrehozni. Szerintem minden iskolában, remélem minden iskolában vannak aktív, vagy olyan emberek, akik erről gondolkodnak, és egy hálózatot ezt meg kell szervezni, de egy folyamatosan átneveződő szervezetnek szerintem semmi értelme. Igen, de a mikrofon is. Tehát ellentmondásokat kelt az, hogy egyik nap közösségnek hívják, következő héten szervezetnek, utána hálózatnak, tehát szerintem nevezhetjük nyugodtan hálózatnak, és a hálózatot meg kell szervezni. Ha sem 12 ezer ember indult, és ma ott tartanak, hogy nem tudom, nem néztem az utat végig. Köszönöm szépen, hogy a csíkot van. Gondolom, hogy egy kínga javaslata nem az elnevezésre vonatkozott, tehát jó lenne, hogyha valamit hallanak, hogy akkor mi az, amit még ne csináljuk? Tehát mit jelent az, hogy csak közösséget, vagy a tevékenységben mit jelent? Jó, ez tevékenységben azt jelenti szerintem, vagy számomra, hogy ez a közösség egy információ feldolgozó szervként tudna majd működni, és amint el tudjuk dönteni azt, hogy milyen formában tudunk együttműködni, onnantól kezdve tudjuk komolyabban elnevezni a szerveződést, mert a közösség szó szerintem azért nagyon frappáns és találó erre az egész, szerveződésre, mert közös ügyeink vannak, közös érdekeink vannak, közös céljaink vannak, és közös félelmeink vannak. És ezt egy közösségen belül tudnánk megoldani. Oké, figyeljetek, akkor most, aki konkrét javaslatot tenne, az jelentkezzen, mert ennek már nincs nagyon sok értelme. Tehát akkor most elmondjuk, hogy nem a két javaslat. Az egyik az volt, hogy alakítsuk egy random közösséget, minden név nélkül, majd később kitaláljuk. A másik pedig az volt, hogy most akkor... Tehát két javaslattal állunk most szemben. Az egyik, hogy az legyen a szerveződésünk neve, hogy középiskolai közösség, a másik pedig, hogy középiskolai hálózat. Erről tudunk-e most dönteni? Szerintem itt az ideje, hogy döntsük róla, volt pro-kontrában elég sok. Van-e egyéb javasolt opció? Bocsánat, a platform is benne volt, elnézést, igazad van, köszönöm. Tehát három javaslat van, és ott van még egy... Jó, rendben. Tehát akkor három opcióval tudunk szavazni, mert tudunk szavazni szerintem. Készüljünk róla, mindenki döntse el magára, hogy melyiket szeretné. Hálózat, platform vagy közösség? Igen. Jó, akkor szavazunk. Mindenki figyeljen, szavazunk. Én azt szeretném, hogy műhely legyen. Jó, köszönjük. Akkor beveszik a műhelyet is. Vedd a műhelyet is. Tehát. Szavazás a következő. Most szavazunk, mindenki koncentráljon. Első opció, ki szeretné az, hogy középiskolai platformnak hívjuk ezt a megmozdulást. Számoljuk. Már ketten számoljuk. Van egy radikális ellenvélemény? Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kínha, mint olyan szó már egyszer végig szaladt a médiában, szóval ezt ismerik, hogy praktikusabb megmaradni egy ismerős szó, aki szólnál. Jó, elhangzott egy érve a kínha mellett, tehát a hálózat mellett, ezt majd a hálózatról csatoljuk, tehát platform, oké. A platformot megszavaztunk, következő. Középiskolai közösség. Ki szeretné középiskolai köpönök hívják, na bocsánat, középiskolai közösségnek hívják ezt az egészet. Három fő, fantasztikus, négy fő, következő, középiskolai hálózat. Ki szeretné, hogy ki van éven futná ez a happening, már benne van úgyis a sajtóban, ez volt rá az érve.
37 ember, tehát nő. Mindegy, bocsánat. A platform 19 volt, azt már megszavaztuk. Mindegy, kiszavaz arra, hogy mindegyek hívják. 3-4 partokus jelentkezik, nagyon örülök, hogy itt jó. Akkor megszavaztuk, hogy középiskolai hálózatnak hívjuk. Tehát kívánok a jó. Oké, szerintem a bőrben csak fontos, hogy ez a még nem kötelez arra, hogy mi akkor most haha kis tesó legyünk, tehát ugyanúgy elfogadjuk mindenkinek a segítségét, a jók, haha pedagógusok, mindenki, tehát ez azért ne legyen egy zárt keret nekünk. Köszönöm. Rendben. Következő kérdés, hogy egyéb szervezetekkel való együttműködés. Most hallottatok párat Mátétól, tehát akik nagyjából relevánsak ebben az oktatás témában, az a hallgatók hálózat, a hallgatói önkormányzatok országos konferenciája, a pedagógusok demokratikus szakszervezete, van még az oktatói hálózat, szülői hálózat. Segítsetek még, ha van valami. És ott van még a 6, igen. Tehát akkor eddig minket segített srácok, még egy nagyon fontos dolog, amiről nem volt szó. Tehát, hogy egyáltalán... Tehát most pártokra még nem beszéltünk, és arra nem tudtuk, hogy pártokra szerintetek. Na, tehát akkor valami javaslat ezzel kapcsolatban, mert én akkor azt kezdeményezném, hogy elmondom a szervezetek nevét, tehát meg szavaztuk arra, hogy akkor együttműködjünk-e velük. Tehát... Én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy együttműködünk minden ilyen szervezettel, de ezt már szerintem gondolom ezzel mindenki egyetért velem. Én egy kérdésem megnézem, hogy ezt az együttműködést ezt most mégis hogy fejezzük ki, hogy írunk egy nyilatkozatot erről, hogy ennek legyen így tényleg iszhagyja, hogy mi ezt együttműködünk. Tehát ez legyen meg, hogy ne csak azt, hogy eldöntöttük, hogy együttműködünk velük, és akkor ennyibe hagyjuk, hanem így legyen meg. Jó. Várjátok, srácok, hiszen egy nagyon fontos dolgot kaptam most információt, és tehát akkor most azonnal el kéne dönteni, hogy párpolitikához kapcsolható szervezetekkel hajlandóak vagyunk-e együttműködni. Tehát akkor akkor szavazzunk erről konkrétan, ki mondja azt, hogy kapcsolódhassunk pártokhoz. Tehát most szavazunk arra, akarunk a pártokkal akármilyen formában együttműködni. Tehát akkor ezt kizártuk. Rendben. Akkor most menjünk további civil kezdeményezésekre és egyéb hálózatokra. Tehát akkor, igen? Te szerintem is vagyok. Köszönöm.
nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy pártokon kívül minden demokratikus szervezettel hajlandóak vagyunk összefogni, illetve hogy nem vagyunk ez lesz a szavazás, és nem pedig egyébként megbeszéljük, de ettől függetlenül tényleg értelme lenne, hogy mindegyik találva ezt egy mondani. Rendben, most elhozott egy konstruktív javaslatot, én is utoltás arra, hogy egy kalap alá az összes szervezetet, és döntsön azt, hogy az összes demokratikus szervel együtt működünk el. Akkor most szavazzunk erről, ki mondja azt, hogy nem együtt végig most az összes kis kezdeményezéssel. Hanem mindenki nem együtt működik, igen. De valaki számára. Na, akkor még tartsuk. Kik nem demokratikusak, az egy kérdés. Kik nem demokratikusak? Milyen szervezet az, amelyik nem demokratikus? Arra, hogy változtatják. Minden demokratikus szervezet ez volt. Tudjátok, hogy kik nem demokratikusak? Nehogy mondod meg zavarni, bocsánat, ez most így nem jött, moderálj. Na, srácok, akkor ne essünk szét. Tehát volt még szó a propaganda eszközeiről, hogy ezzel kapcsolatban... Igen, Máté? Rendben. Ki mondja azt, hogy ki nem egyetlen azzal, hogy a célokról beszéljünk most a propaganda ellen? Ki ért egyetlen? Szuper! Tehát a céljainkról. Úgy gondolom, hogy most körbeértünk, mert a céljaink a pontokban vannak megfogalmazva, és a pontok a céljainkat képviselik, ezért aztán most egy zsákutcában vagyunk, semmi nem szerintem, hogy ennek majd végig kellene lenni a pontokon, de azt elvetettük, ezért aztán a céljakról meg nem érdemes megmondani, beszélni, mert ahol a projekt káosz lesz, a pontok foglalják őket össze. Köszönöm. Nem szeretném az egész fórumnak a műveletet megkérdőjelezni, és nem szeretnék senkire rákérdőgázolni, de azt gondolom, hogy egyáltalán nem vagyunk produktívak, és 40 nap múlva le kell adni a jelentkezéseket konkrétan az értelmeknek. Mi pedig olyan banális dolgokról beszélgetünk, hogy hálózat legyen a nevük, vagy műhely, vagy akármicsoda. Arra kéne beszélgetünk, hogy az elkövetkezendő 40 napra milyen eszközökkel szeretnénk megmutatni magunkat, és megmutatni önünket, ahol mit szeretnénk. A pontokat se kell átbeszélni, mert mindenki tudja, hogy mit szeretne elérni, és ezeket azokon az eseményeken kell hangoztatni, amiket meg szeretnénk most szervezni, viszont erről még nem esett szó, amit én nem értem. Köszönöm. Tehát te azt javaslod, hogy most rövid összefoglalva, hogy a rövid távú céljainkat beszéljük át, amivel nyomást tudunk gyakorolni. Srácok, én azt javaslom, hogy most, hogy menjünk ki egy nagyon rövid 5 perces szünetre, mert szétesünk, utána pedig jöjjünk vissza, de mindenki jöjjön vissza. Akkor összehozunk egy másik alkalmat, ahol aki tényleg szeretne ebbe beleszólni, és tényleg
összehozni egy nem ilyen, hanem nem csak ilyen, hanem normális virtuális fórumot, akár
meg, ahol mindenki hozzáveti a saját magát a fontosnak vett pontot, ezekre munkacsoportok alakulnak és kidolgoznak azokat a dolgokat. Mert most itt elkezdhetünk ötlet bőrcézni, de 3-4 óra alatt nem tudunk végre jutni, ráadásul kevesen vagyunk ahhoz, hogy mindenkit meghallgathassunk, és mindenki hozzátegye a magáit. Figyeljetek, most összefoglalnám gyorsan az elmúlt fél óra eseményeit, konkrétan két javaslat érkezett, az egyik arra, hogy rövid távú célokat beszéljük el, másik pedig az, hogy tett az alapokat beszéljük meg. Erről úgy gondolom, hogy tudnánk most szavazni. Tehát itt és most rövid távú célokról, tehát mondja, hogy itt és most rövid távú célokról esen szó. Én úgy gondolom. Tehát aki kimondja azt, hogy most rövid távú célokról beszélni, nem tudom, hozzunk azt egy tüntetés, vagy akármi. Te, ahogy fogjuk. De üvölcsetet, légy szíves! Szóval szerintem itt most az lenne a fontos, mint alapvető dolog, ha már itt vannak Miskolcról és Pécsről, hogy velük hogyan tudunk további kapcsolatot teremteni, hogyan tudunk akár egy későbbi olyan fórumot megszervezni, ahol ők is újra itt tudnak lenni, akár többen is. Szóval, hogy hogyan tudunk velük kapcsolódni, kommunikálni, ha már itt vannak személyesen, és azt nem feltétlenül minden hétvégén meg tudják tenni. Ennyit szeretném volna mondani. Szóval szerintem most szavaztuk meg azt, hogy csinálunk egy hálózatot. Akkor mi lenne, hogyha mindenhol ilyen kis csoportokat csinálnánk, nem feltétlenül osztályfőnöki órának, például fórumokat szerveznénk az iskolába, önmagukba, és az egész országos összefogást úgy csinálnánk meg, hogy mindenki magának tart egy fórumokat, és erre a képviselők összejönnek nagyobb fórumokra, és akkor mindenkinek az érdekét képviseljük. És mégse lesz az, hogy órákat töltünk el azzal, hogy fölöslegesen beszélünk, és semmi döntés nem születik. Érkezett egy javaslat, hogy félkor zárjuk le ezt a megbeszélést, valami hozzászólulás, a 14 óra körül lesz. Akkor ki az, nem ért egyet ezzel?
akkor egyelőre szerintem gyakorlatilag megvan, de megbeszéltük, hogy ezzel még foglalkozni kéne. Viszont ha nincsenek konkrétan megfogalmazva, akkor nem szívesen mondom ezt, de akkor semmi értelme tüntetést szervezni. Nekem az a javaslatom, hogy amiről már korábban beszéltünk, azt a munkacsoportot valóban meg kéne alakítani, méghozzá minden vidéki nagyvárosnak a részvételével, a budapestiekkel is meg kell beszélni és összeírni. A pontokban, hogyha meg tudjuk szavazni, azt már gyakorlatilag megszavaztuk, hogy egyetértünk velük. Erre egy külön bizottságot kéne létrehozni szerintem, akik konkrétan pontosítják. És utána foglalkozhatunk a tüntetéssel. Oké, nekem annyi hozzáfűzni van lenne, hogy most, ha már így országos szinten, akkor tudod, hogy belállásokat teket bele, ahol Pesti tüntetést szervezünk. Most, hogy valamivel lehet, hogy megbeszéljük egy időpontot, ahol mindenki hazamegy, és szépen sejt tüntetést, és országos szinten minden városban lesz, akkor ez megvan a tüntetés. De ne az legyen most, hogy felöltünk Bécsre, és Miskolcra azért, hogy megbeszéljük, hogy legyen a Pesti tüntetés, hanem időpontot találjuk rá, és akkor csináltuk egy országosat. Ezen a Facebook oldalon meg tudjátok beszélni a továbbiakat, ami lehet akármi is, viszont ez az alap, amiből induljatok ki, hogy lesz egy olyan közösség a Facebookon, ahol meg tudjátok ezeket a dolgokat beszélni. Van egy fontos csoport, amit szerintem eddig nem vettünk gócsa, pedig a szülők. Én azt javaslom az egybegyűlteknek, kapcsolatot egyik előttem szólóz, hogy mindenki menjen haza most, ahogy is haza kell mennünk, és próbálja feltűzni a szüleit. Nem tudom kívülni, hogy hogy megy el, hogy mindenkinek vannak barátaim, akár Facebookon, akár nem Facebookon, ezt egy éve mondom minden lehetséges fórumon, mert az egyetlen lehetőség arra, hogy ez a mozgalom kihúzni a mozgalomtól az, hogyha a társadalom nagyobb csoportja elérhető, és szerintem ők a szülők. Mindenki volt szülőnek, már a gyerekei felmúltak, mint az enyémek, vagy van szülő, vagy lesz szülő, azt hiszem ebből van a legtöbb a teremben. Szerintem, hogyha őket el tudnánk érni, hát jelenleg el tudnánk érni, akár a tüntetésen, akár a középtávú és hosszú távú célon nagyon nagy együttműködő csoportra lehetett van. Köszönöm szépen. Ja, szóval javaslom, hogyha már felmerül a tüntetés, akkor a hallgatóinál hozatom is már 11-ig adott ultimátumot a kormánynak, és akkor célszerű lenne akkor szervezni a megmozdulásokat. Most hallottuk, hogy konkrét javaslatot a tüntetés időpontjáról, konkrét radikális ellenőrzés. Igen? Alakulna egy propaganda munkacsoport is, mindez Facebookon, és akkor
tüntetést lehet szervezni. Bocsánat, viszont azt még nem szavaztuk meg, hogy február 11-e legyen konkrétan. Hogy szavazzuk meg, légy szépen. Tehát én azt mondom, hogy nagyon fontos csatlakozunk az ultimátumhoz,
létező országos egységet jelképez, viszont abban az ultimátumban főleg felsőoktatási reformok szerepelnek, és most csak jutasátok, hogy visszamenni. Csak annyit reagálnék, hogy ha meg, hogy mondjam, kigondolt valamit, ehhez úgy lehet, nem lehet úgy csatlakozni, hogy mi azt mondjuk, hogy most aztán hozzácsapjuk az ő 6 pontjukhoz, ami 13 pontunkat, mert hanem tárgyalni kell velük erről, és amúgy is szerintem, már bocsánat, lehet, hogy ez nagyon csúnya dolog ilyet mondani, de a aktuális hatalommal szemben sem tisztesség, és az, hogy valaki kimondják, hogy ők a követeléseiket, hogy valamit követelnek a kormánytól, és mi pedig ehhez csatlakozunk, mert szerintem nem lehet később becsatlakozni és hozzárakni a pontjainkat, hanem úgy lehet, hogy az első akciónként tagjai vagyunk ennek a tüntetés sorozatnak, de a pontokat én szerintem nem lehet csak két szinten hozzárakni. Srácok, bocsánat, de elég operatív bejelentés érkezett. A kormányi vezetősége jelezte, hogy igazán abban hagyhatnánk most már ezt a fórumot, úgyhogy... Na, én legjobban is összeírogattam azokat a feladatokat, amiket gyakorlatilag kitűztetek magatoknak, és próbáltatok is belemenni, de nem igazán sikerült. Három olyan fontos részt írtam össze, ami nekem feltűnt, ezt persze ki ide lehet jönni és kiegészíteni. Ez három munkacsoport gyakorlatilag. Az első, ami összefűsíti a pontokat. A második, ami kiegészíti az ultimátumot, vagy kezd valamit ezzel az ultimátummal. És a harmadik, ez gyakorlatilag egy ilyen segítő munkacsoport, amire javaslat hangzott, hogy mindenki otthon, saját iskolájában foglalkozzon ezekkel a dolgokkal. Szerintem ezeknek a külön projekteknek, meg mindegy egyébnek, amik felmerült, most álljon fel egy olyan ember, aki elvállalja a koordinálását az interneten keresztül, mert különben nem fognak megszületni ezek az ötletek. Mint elmondtuk, van egy e-mail címünk, középiskolai.hálókukac@gmail.com, ezt többen nézzük folyamatosan, tehát hogyha erre írtok azzal kapcsolatban, hogy melyik munkacsoport munkáját szeretnék segíteni, akkor elirányítom majd a megfelelő emberhez. Megfogasztjuk azt, hogy közöttisai háló néven folyóban